A tizedikesek közül a tizedik B osztály szintén marad egy csapat, és megy az osztályfőnökkel, ott fog kezdeni a színpadnál, jó, osztályfőnökkel és a Procskó tanár úrral. Aztán a tizedik A-nál megint azt kérem, hogy legyetek szívesek ketté, jó, tehát két csapatot készíteni. A csapat egyik fele megy a Barsi tanárnővel, jó, tehát vele fog kezdeni, a másik fele pedig itt marad, és akkor a Hegedűs tanár úrral kezd. Miklós Márta, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium pedagógusa ismertette a részleteket. 9 állomás lesz itt lent a Dunaparton, különböző témákkal. Az egyik állomáson Európai Unióval kapcsolatos feladatok, kérdések, játékos, interaktív feladatok lesznek. Akkor lesz egy természettudományos részleg, amit a biológia, a kémia, a fizika képvisel külön-külön állomásokon. Lesz egy hittan állomás, lesz idegennyelvi részleg, lesz egy magyar történelem és egy matematika, illetve egy testnevelés, vagy hát sport, inkább így fogalmazni, és ezeken az állomásokon készültünk a gyerekeknek különböző feladatokkal. Játékos, interaktív, kreativitást igénylő, rövid, nem túl hosszú feladatok, nem a tényanyagra, vagy nem az ismeretanyagra, a tényszerű ismeretanyagra támaszkodnak leginkább, hanem sokkal inkább a gondolkodásokat igyekszünk egy picit megmozgatni, az érzelemvilágukat, például ott a hittanos játéknál a kreativitásukat igyekszünk előhívni, úgyhogy ilyen jellegű feladatok. Egy kis mozgás itt a Dunaparton, reméljük az idő is kedvező lesz hozzá. Szélesíteni a látókört. Igen, azt gondolom. Azért van a sokféle állomás, sokféle terület, de korántsem a tehát rendhagyó órák, ez is a neve, hogy rendhagyó órák, és attól rendhagyó, hogy egyáltalán nem csak azért rendhagyó, mert nem iskolai körülmények között zajlik az iskolapadban, bent az osztálytermekben, hanem itt a gyönyörű Dunaparton, hanem attól is rendhagyó, amivel foglalkozunk. Tehát a tartalma is, a kivitelezése is rendhagyó, és valóban szélesíteni igyekszünk mindegyik témakörben a látókört, előhívni esetleg olyan dolgokat, amire máskor nincs lehetőség. Most már egy jó pár éve minden évben, és eddig mindig sikeresen zárult, a gyerekek jól érzik magukat. Szép a környezet tényleg, ez is szerintem fontos, meg egy másfajta munka formában találkozunk egymással, mármint a gyerekek velünk, és mi is velük. Ez egy speciális, különleges, de egyébként szoktunk, tehát mondjuk kirándulás, például most hétfőn, kedden is voltak osztályszinten kirándulások, Dombori, Székesfehérvár, Balaton, tehát ilyen jellegű kirándulásokat szerveztek a kollégák, úgyhogy azért igyekszünk kimozdítani is, amennyire lehet a gyerekeket a mindennapi, nem is tudom, hajszából. Mivel én is eddig most kiránduláson voltam, úgyhogy viszonylag keveset beszéltem gyerekekkel. Egyelőre pozitív visszajelzések érkeztek, illetve a kollégák felé, vagy felől, akik bent voltak az érettségén, azt hallottam, hogy minden rendben zajlott eddig, minden gyerek meg tudott jelenni, el tudta kezdeni az érettségi, írásbeli érettségi vizsgáját hétfőn és kedden, és jó visszajelzések érkeztek eddig, úgyhogy reméljük, hogy ma a történelem is majd hasonlóan zajlik. Ványi Adrien már tavaly is részt vett a rendezvényen, idén pedig még motiváltabban fut neki a feladványoknak. Én nagyon élveztem. Nagyon jó feladatok vannak itt az egész Dunaparton. Például terivel kapcsolatos állomások, biológia, kémia, matematika, fizika. Főleg játékos tevékenységek vannak, amiket mindenki meg tud oldani. Mérések például, meg biológiában mikroszkóp alatt tanulmányoztunk dolgokat. Időmérések, számolások, főleg ilyen tudományos mérések főleg. Hefner Luca osztályával a második állomáson járt, amikor beszámolt az elsőn szerzett élményeiről. Fizikás állomáson voltunk, és itt a környezetünkből kellett írnunk 4 dolgot, ami a fizikával kapcsolatos. Nagyon jó volt, élveztem. Jó feladatok voltak. Írtuk a hullámzást, a súrlódást, az energiát, és ilyeneket még. Mostani állomás, most a hittanos állomáson vagyunk, és ilyen ügyességi feladatokat játszunk. A célja az intézménynek, hogy szélesítse a diákok látókörét, inspirálják őket a környezettel és a változatos feladványokkal, amihez a Dunapart remek helyszínt nyújt minden évben.